A legális szabad orvosválasztás kérdését napirendre kell tűzni, és meg kell fontolni, hogy a plusz pénz fizetésével, akár egy kiegészítő biztosítás keretein belül legális út jöjjön létre a paraszolvencia helyett, mondta dr. Velkei György, a Betesda kórház főigazgatója egy korábbi interjújában. A fogadott orvos intézménye önmagában nem törvényellenes, hiszen Magyarországon szabad orvosválasztás van. A gyakorlati probléma akkor merül fel, ha a választott orvosunk beosztása nincs összhangban a betegellátásunk időpontjával. A szabad orvosválasztás meg az orvosválasztás kérdését a hálapénz kérdése irányította, és össze is tudnak keveredni, hogy összemosódnak fogalmak a szabad orvosválasztás meg a fogadott orvos kérdéskörében, hiszen ez a kettő dolog nem ugyanazt jelenti. Lehetősége van az egészségügyi törvény alapján a betegnek orvos megválasztására, de ezt az orvosválasztási jogát, ezt a jogszabály szerint az egészségügyi szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolhatja, csak hiszen az érthető, hogy éppen az adott orvos, akihez ragaszkodik a beteg, nincsen beosztva dolgozni, akkor ez a választás ez nem gyakorolható. A különböző egészségügyi kutatások azt jelzik, hogy a paraszolvenciával a betegek elsősorban szabad intézmény és orvos választást vásárolnak, biztonságérzetet fizetnek meg. A legérzékenyebb a szülészet területe. Dr. Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke azt javasolja, hogy átmeneti megoldásként szerződéses alapon tegyék lehetővé a fogadott orvossal szülést a kórházakban. Jelenleg ennek nincs kialakított szabályrendszere. Célszerű volna, hogyha ez valamilyen módon mégiscsak lehetne szabályozni. Ezt nem gondolom máshogyan, nem tudom elképzelni máshogyan, mint hogy klasszikus szerződéses formában, ami ugye a szerződés a szolgáltatóval, a kórházzal történhet, és az adott beteg leszerződik erre a dologra, hogy ő az egészségügyi törvényben és az egészségbiztosítási törvényben rögzített szabad orvosválasztás feltételein túl ragaszkodik ahhoz, hogy az ülésénél letégyenz bármikor az ő terhes gondozással korábban végző orvos legyen jelen. A javaslat szerint a szerződés egy háromoldalú megállapodás lenne páciens, orvos és az ellátóintézmény között, miszerint magát a szülést végezheti állami intézményben a magánorvos, de a beteg által fizetett pénzért csak a rendelkezésre állást biztosíthatja, más előnyt nem. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azon a véleményen van, hogy a szabad orvosválasztás alapjoga nem korlátozható a hálapénz kivezetésére hivatkozva.